Ahogyan a lakosság számára, úgy a szolgáltatónak is a karbantartásról szól a nyár a fűtésrendszerek tekintetében. Ennek oka prózai, ugyanis szeptember 15-éig minden rendszert alkalmassá kell tenni a fűtésre. Így Sátoraljaújhelyen a kazánházakban és hőközpontokban végzi az elzáró szerelvények, szűrők, a hőcserélők tisztítását a távfőszolgáltató, illetőleg minden egyéb szükséges karbantartási feladatot, beleértve a villamos hálózat vezérlését is, hiszen az átvizsgálás minden éven teljes körű. Ezeket saját erőből maguk végzik el, ám vannak más jellegű feladatok is. A külső területeken végzett, tervezett nagy karbantartások, felújítások, mint például a lakótelepeken a távvezetékrendszereknél bizonyos szakaszoknak a cseréje, az, hát mondanám azt, hogy sajnos függ attól, hogy az alvállalkozóink kapacitásai mit tesznek lehetővé, mit engednek meg, tehát itt azért hozzájuk is kell igazodnunk. Mi nem szeretnénk most már a fűtési szezon kezdetéig elhúzni a korányi lakótelepen annak a két épületnek a bekötő vezetékeinek a cseréjét, illetve a vasvári tömbben van egy olyan kis vezeték szakasz, amit ki szeretnénk cserélni mindenképpen. Tehát ezt még ezen a nyáron tervezzük, mint nagyobb munka. És a Kossuth tömbön belül is lesz valószínűleg olyan vezeték szakaszunk, aminek a cseréjét elvégezzük. Az eltervezett munka jelentős részét már el is végezték, tette hozzá Szabadka Sándor. A rendszerek karbantartása fontos, ám az is fontos, hogy mindig legyenek tartalékrendszerek, hogy üzembiztosan működhessen egy szolgáltatás. A város esetében ez is biztosítva van. Alapvetően mindenütt van tartalékunk, tehát kazánházakban, hőközpontokban tartalék, ágak, tartalék, rendszerek mindenütt betervezésre és megvalósításra kerültek. A hálózatok azok, a távvezetéki hálózatok, ahol nyilván nem lehet párhuzamosan több rendszert kiépíteni. Az üzembiztonsághoz, ha volt valahol valami meghibásodás, nyilván kivéve azt az egy Dózsa-György utcai nagy extrém hiba helyet, ami tulajdonképpen 3,5 méteres mélységben a kereszteződés közepe alatt volt. Tehát ha nem ilyen helyen lyukadt ki, akármilyen időszakban távvezetékünk, abban az esetben mi azért maximum 24 órán belül helyreállítjuk a szolgáltatást. Az elmúlt idényben a szolgáltatás kiesés nem volt jelentős, hiszen az üzemórák 1%-át sem érték el az apróbb zavarok, tette hozzá az üzletágvezető.